Rengeteg zenei műfaj létezik. De van egy olyan dolog, amire még a tudósok se tudnak választ. A reklámzene rohadt fura. Most itt beszélnék arról, hogy miféle reklámzenék léteznek, de rohadtul nincs értelme. Jó, rossz, copyrightos, egyedi, akármilyen. De egy dologban közös mindegyik. Se a zene neve, se a zenész neve nincs a reklámba feltüntetve. És ez a rasszabacs. Vannak ellentétek, de alig. Meg amúgy is, mondj egy mostani reklámot, ami feltüntette a zene címét. Most azonnal. Adok egy pár másodpercet. Na ugye? És ez nagy kell, mert szerintem legalább minden kisebb zene megérdemel legalább egy kis figyelmet. Aztán ott van Pavel Kanye West-től. Nézd, habár Kanye munkássága az utóbbi időkben nem éppen a legjobb. Attól még szeretem és tisztelem a munkásságát. De hogy ezt hallja minden reklámba az év elejétől, kicsit kiborított. Csak egy kicsit. És ahogy kerestem reklámokat ez a videóhoz, találtam egy listát, egy külföldi listát, ami tele van ezzel a zenével lévő reklámokat, meg tévészpotokat, meg promókat. És értem, miért is van ez így, mert alapjáratban tök jó zene. És népszerű is, csak az év elejétől. És ha már népszerűség... Ez egy elég érdekes darab. Senki se tudja, honnan számodik ez a zene, de rengeteg embernek tetszik. És nem, ennek sincs a neve a reklámban. Páran állítják, hogy direkt ehhez a reklámhoz készült ez a zene, ami 100% lehetséges. De ha valaha előkerül, egy igazi legendás pillanat lesz. Aztán ott a rosszban. Nem hittem volna, hogy ezt valaha kiejtem a számon, de tisztelem, amit a rosszban csinál. Maguk rakják ki a zenéket a csatornára. Ezt elmondom újra. Maguk rakják ki a zenéket a csatornára. Nem mindegyikre, nehogy azt higgyétek, de a legutóbbi 3-4 év reklámzenéi még mindig fenn vannak a mai napig. És én ezt a mai napig még mindig nem tudom elhinni. Sőt, ez volt a fő inspiráció, hogy megcsináljam ezt a videót. Szóval, köszönjük az már Magyarország. Szép munka! A reklámzenék néha furák, néha idegesítők, néha jók, néha rohadt rosszak. Akarok egy második részt csinálni. Egy hosszabb második rész, csak most ez nem idén lesz. Maradjon content jövőre is. Viszont ilyenek a reklámzenék. Néha furák, néha idegesítők, néha jók, néha rohadt rosszak. Legalább nem mindegyik ugyanolyan. It's not the fact you gave me a cold shoulder, and it's not about what stronger I eat. I taped together all the broken pieces and went to see.